No emberek, üdvözlök mindenkit! Ez egy ilyen tesztelős, végigjátszásos stream. Megnézzük, hogy hogyan működik a dolog, aztán majd eldöntjük, hogy a jövőben jobban ráfekszünk-e, vagy sem. Na hát akkor ez egy újabb Hearts of Iron egy végigjátszás. Ezután Nagy-Britanniát próbáljuk meg tönkretenni. Idézőjelben. És Iron Man módon fogunk játszani. Természetesen meglátjuk, hogy hogy sikerül. Na, tök mindegy, csak erre Amerikát már úgyis menthetetlen, vagy lehetetlenség megmenteni, úgyhogy lássuk, mit tudnak a britek, hát ha még él bennük némi birodalmi szellem, ami megmenti őket. Ugye természetesen szokásosra fogjuk kezdeni, összevonjuk a flottákat és a fölösleges egységeket eltüntetjük. Hát van belőle nektek egy pár azt a mindenségit. Jó, mindenki jöjjön. Nem tudom mi ez. Jöjjetek ide. Az összes Nagy-Britannia körüli flotta. Vonjuk őket egybe. Hát ez elég sok hajó. De eltüntetjük a tenger alatt járókat belőle. Azokat mindig külön fogjuk vezérelni. Sőt, őket még külön is szedjük teljesen, jó? Itt, ha jól látom, van még két. Szingapur és Sierra Leone, hát akkor azok maradjanak is ott. Ez hol van? Alexandria, Egyiptom? Így van. Őket is ide hozzuk. Majd innen fogjuk irányítani az egész műveletet, meg mindent. Na de addig, amíg ide érnek. Hát van egy kis felszerelés hiányka. Egy űrből is látható felszerelés hiány. Na, hajókat nem fog gyártani. Még azt sem fejezem be, amit már elkezdtem. Hajóval ugye csak egyet gyártunk, az pedig a konvoj lesz egyenlőre. Arra viszont az összes gyárat rátokoljuk. Jó, kutatás. Legyen ez. Támogató fegyverzet. Basic. Industry production. Építést gyorsítunk és... Nem tudom. Hát valami taktikát. Grand Battle Plan Doctrine. Oké, na nézzük, milyen fókuszai vannak itt az angoloknak. Sűha, hát ez nem kevés. War with Germany. Aha, ha jól látom, ez valami... Ha nem is fasiszta, de valami nagyon, nagyon nacionalista ág. Ez meg valami kommunista ág. Aha, ez lehet a történelmi, ez a steady as she goes. Revisit colonial, reinforce the empire, ez ugye a birodalom megerősítése. És a limited rearmament, az meg az ipari meg. Katonai ágat takarja, jó? Jövünk egy Reinforce the Empire-t. És építsünk egy-két civilian factory-t, mondjuk Wales-be, Lancaster-be, Lothain-be és Aberdeenshire-be, mondjuk. Meg egy Gloucestershire, és akkor oké, így egyenre jók vagyunk. Majd később építünk katonai ipart, ezek a tenger alatt járok, oké, ők Cardiffban fognak állomásozni. Ezt a flottát, ezt ketté robbantjuk. Az egyik az Portsmouthban fog állomásozni, a másik meg Doverben. Oké, és a piros flotta tengernagya pedig James Van Somerville lesz. Nem tudom, hogy kicsoda, meg nem hallottam róla, nem volt szerencsém. Na de. És akkor a szárazföldi haderők. Őket rendezzük.
Hát ennyire rendeljük őket Bristolba. Miért ne alapon? Megnézzük, hogy hányadán áll a vásár. Itt vannak még ugye ilyen amerikai területeink. Ugye Kanada az egy Dominion, tehát az még alattunk van. Szóval, hogyha mi háborúba sodródunk, akkor Kanada is háborúba sodródik. Ugye, hogy Brit India, Brit Malaysia, mit tudom én, Egyiptom, egész afrikai, angliai, ami az Brit Afrika, na. Szóval, ja, van kivel. Nem tudom, hogy hogyan fognak majd a franciák reagálni a német agresszióra, ugye nem sokára jön a Remilitarization of Rhinelands, elméletileg, úgy van. Nem tudom, hogy a franciák hogy fognak rá reagálni, én megpróbálom demilitarizálva tartani. Na, ti legyetek egy hadsereg. Első hadsereg. First Royal Army. És legyetek pirosak, mint a vörös kabátosok, és a hadsereg parancsok pedig az ugye Montgomery szerintem, amikor még sehol sincsen, hogy hát itt van Földmarsalként, ő később lép színre, és ő szerintem amúgy inkább harccsoport parancsnok lenne, mint hadsereg, legalább annak lenne jó. War Hero. Ami gyalogsági tábornok nincs. Na ő igen. Career Officer. Brilliant Stratég. Oké, Miles Dempsey lesz a hadsereg vezére. És be is vonjuk őket. Ellen Brooke. Azt hiszem ő vezette először az afrikai hadjáratokat. Ha jól tévedek. És utána váltott el őt Bernard Montgomery. De nekem... Jó lesz Brook is. Menjünk Brook-kal. Karizmatikus vezető, ja, nincsen elég command power-em, hogy kinem, hogy fejlesztjük a képességeit. Na mindegy. Egyelőre itt a déli part mentén felsorakoztatom őket. És gyakorlatozzatok, kell nekünk az Army Experience. 8, mi 8. Edward? Nem lemond. Nem sokára, 37-ben vagy még 36-ban, nem tudom. És aztán utána jön a dadogós 6. György, akinek a képét be is raktam indexképnek, mármint a testét. A feje az az enyém lett. Vagy lehet csekkolni. Nagyon büszke vagyok erre a gyönyörű photoshopos munkára, amit itt véghez vittem. Na kérem. Német-Franciaországot közben csekkoljuk, Metropolitan France, ez ugye az infrastruktúrát bővíti Franciaországban. Németország az meg mindjárt befejezi a Rajna-vidékes fókuszt. Ja, remélem, a franciák nem szóltak bele. Ó! Polgárháború, spanyol polgárháború. Tehát a franciák nem akadályozták meg, pedig ilyenkor még megtehették volna. Én rendre meg is szoktam tenni. Ha tudom. Service overseas. Legyen egy limited rearmament. Nézzük, hogy mit tud. Ó, kettő civil factory-t kapok, tehát ezt is én 4-et, az mondjuk jól jön. Etiópia, oké. Okay. Support China, nem érdekel China. Tudnám követelni a hollandoktól, hogy csökkentsük a kereskedelmet a németekkel. Csináljuk meg. Legyünk imperialista nyomorékok. Foreign influence, külföldi befolyás. Tehát a British Malaysiát és British Rajt azt tudnám politikailag befolyásolni. Tehát, hogy a... Hogy micsoda? Stability-t kapnak és demokrácia supportot 120 napon keresztül, viszont az nekem csökkenteni a bevételeimet.
És úgy van itt valamilyen kereskedelmi map mód, amire nem tudok. Resistance, supply area, resource, nem. Nincs egy trade map mód. Infrastruktúra, populáció, ideológia. Hát akkor mindegy, emberek. Ezt pont nem látjátok, mert a fejemnél van. Basic Machine Tools, Vickers, MG, tehát Machine Gun és Stokes Mortar. Ugye ezek az alap infantry, tehát gyalogság támogató fegyverzet, amit itt láttok. Kétincses mortár, és ugyanúgy Lewis Mark 3, DEMS and SBML, Turing kétincses mortár. Hát ezeket egyenlőre hanyagolom, túl sok idő menne el rá, viszont tüzérséget azt tovább nyomjuk. Ugye itt meg Stanley Baldwin a miniszter. És akkor lesz majd választás, akkor valószínűleg felváltja őt Chamberlain, aki bármennyire is igyekezett, sajnos egy elég hát negatív kicsengési név lett a történelemben. Igazából a naivitás szórát róla lehetne meg megformázni, vagy megalkotni. Motorized Army, Shadow Shim. Ez mit csinál? Tehát ha háborúba lépünk, abban a pillanatban kapok 4 darab military factory-t. Az jó. Viszont nézzük meg ezt a service vagy steady-esség azt. Plusz stability-t kapok, akkor az kell meg demokrácia supportot. És rakjunk be egy Silent Workhorse-t, az ugye növeli a political power-t napi szinten 15%-kal. Az mégiscsak fontos. És még van egy elérhető katonai gyár, hát ezt egyértelműen a lőfegyverekre kell rátolni. Van itt vegyesen lovas gyalogság, páncélos hadosztály is. Jó, ezekben most nem nyúlok bele. Egyelőre. Meghagyjuk így. Abduction crisis. Elrabolták, mi van? Ja nem. Ó, Wallis Simpson amerikai állampolgárral szeretne megházasodni. Elvált ugye előző férjétől, Miss Simpson. És hát ez nem vett túl jó fényt már rá, meg 8. Edwardra sem. Nem néznék túl jó szemmel. Hát gondolom le kell mondani. Úgyhogy lássuk, hogy mikor jön 6. György. Na, ahogy mondtam, plusz stability, ez sosem baj. És akkor ő ott 6. György, ez a kis ikon. Global Defense vagy Home Defense legyen. Ugye ezek mutuali exkluzívak. Azt hiszem, hogy ugye ez itt removalja ezt a National Spirit-et. Ez az Every Man Will Do His Duty. Tehát minden ember az teljesíti a kötelességét. Ugye van nekem egy ilyen negatív módosítom, vagy National Spirit-em, ami csökkenti 25%-kal a betoborozható emberek létszámát. Jó hangzik, jó hangzik.
Ez az ág, ez a történelmi, ez a home defense. Military Training Act Embargo Germany. Nehéz döntés, mind a kettő jó hangzik, mind a kettőben vannak jó. Jó dolgok. Hogy most nem streamelnék, most megállítanám a felvételt és gondolkodnék rajta, de mivel streamelek, ez nem egy opció. Jó, egyenlőtt gondolkodok rajta, addig ezt fogjuk foganatosítani, ezt a Service Overseas-t. Ez a tengeren túli szolgálat, talán így lehetne lefordítani. Közben betoljuk a reinforcement-et high priority-re, ugye ilyenkor inkább a fegyvereket pótolja utána a hadosztályoknál, és nem fejleszti őket, vagy hát cseréli őket, ha van elérhető. Például van itt ez a Rifle Number 4 Mark 1, ezt le lehetne majd cserélni a jövőben. Sten Mark 2-re. Ez már géppisztoly, amit egy oldalról lehetett fogni, aki Call of Duty második világháborús részeit ismeri, az annak ez nem jelenthet újdonságot. Nézzük, Political Advisor. Democratic Reformer, hát ez most nem kell, most fullosan vagyunk. Nuclear Reactor Constructors, Construction Speed. Maxwell 8-ken kell, hogy gyorsabban tudja felépítetni a Military Factory-ket. Amit én azért fontosnak tartok, amúgy ha valami kellemes flex hang az hallatszik a háttérben, az azért van, mert szomszédék flexelnek. Sajnos nem tényleg tudok vele mit kezdeni. Viseljük el. Ezt tudom mondani. De remélem azért nem lesz, hogy túlságosan hallható. Of course. Na, Anchorage Colonial Elite. Mediterranean Bastion. Hát én a kolóniai dolgokra megyek rá inkább. Puskában már csak 7500 kell. Viszont most befejeződött a Concentrated Industry kutatás, ami most itt pöppet megdobta a gyártást. Mennyi van? 100. 150-nél berakunk majd valami hadsereg parancsokat a kabinetbe. Csak ki legyen Army Offensive, John Verker. Nem hallottam róla. De elég jó tulajdonságai vannak, úgyhogy miért ne. Na akkor építsünk gyárakat, főleg Skóciával, odáig talán nem jutnak el a német bombázók, és talán nem is akarna Skócia föllázadni, úgy mint mondjuk a konföderációs államok a másik játékmenetben. Legalábbis igyekszem nem magamra haragítani őket. Manage subjects, occupied territories, hát ugye van egy pár. Ugye nagyon lecsökken a stability, ezek valószínűleg megpróbálnának fellázadni. Főleg elsősorban Skócia. És talán Írország, gondolom. De jobb nem eljutni odáig. Talán. Ó! Oh! Németek átvették a holland kereskedelmi egyezmények felett az irányítást, hát ezt nem akarjuk hagyni. Úgyhogy mi is nyomunk egy-két influencet. Fortify Asia or Commonwealth Ties? Én azt mondom, hogy Commonwealth Ties. Ugye ez kicsit megneveli a exát, vagy hát ilyen kolóniai, meg dominion státuszban lévő területek viszonyát velünk. Úgy legyen. És egyre kevesebb fegyvert kell pótolnom, a gyárak most nagyon pörögnek. Erre azért büszke vagyok. Na, elkészül az utolsó
Civilian Factory és Gloucestershire men, ugye annak Bristol a központja. És közben tudnánk QF két fontos antitank ágyút építeni, de mi egyelőre a tüzérségre szeretnénk rámenni, az szerintem fontosabb. Division Designer, az most minket nem érdekel egyelőre. 650 ember, betaurozható ember jön be havi szinten, ami azért elég kevés. Viszont azt hittem, hogy nagyobb politikai válság lesz itt a bűnőtéknél, igazából semmi nincsen. Semmi extra, inkább úgy mondom. Kik legyenek a fő ipari beszállítóink? Mi? AIOC lesz. Az jó lesz. Ami szerintem valami British Petrol akar igazából lenni. Így ikon alapján. Na, majd kiderül. Hosszú távon mire megyünk vele. Development in Canada. Nyomjuk azt. Ugye minden ilyen befektetés a Dominionokban vagy kolóniákban ugye csökkenti a szabadságvágyukat. És egyre inkább hajlik afelé, hogy újra meg tudnám őket szállni, vagy esetleg újra integrálni őket a birodalomban, mint rendes Egyesült Királysági terület. Na akkor is toljunk rá egy keveset a tankra. Nyerségekben viszonylag jól el vagyunk látva, főleg acélból, gumiból és olajból, az jó. Krómium is van bőven, ami ugye a haditengerészet igényli azokat, főleg krómiumot. Meg talán a nehéz tankok, még szuper nehéz tankok, de minket ez nem nagyon érint. Nem kell attól félni, hogy mi valaha olyat fogunk építeni. Közben nézzük rá erre a hollandos dologra, a németek még mindig dominálják, úgyhogy én újra befektetek. A szintetikus ipart azt nagyon kell fejleszteni. Olaj és gumi igény az nagyon meg fog növekedni majd a játék közepére, végére. Dél-Afrika. Ja igen, közben... Fuha. Mit kéne itt csinálnom? Egy külön afrikai hadtest lesz, annak viszont kinevezem akkor Montgomery-t az élére. És akkor az olasz frontra ki is nevezzük őket. Legalábbis az egyikre. Még megpróbálok majd ide vezényelni pár hadosztályt, de az a baj, hogy itt is vannak olaszok, akiket nem illik majd félvárral venni. Sőt, az összes ilyen guyanai, meg libériai hadsereget idehozatom. Ezeket mind ebbe fogom berendelni. És akkor Etiópiához megpróbálok egy másik hadsereget oda rendelni majd. Ha sikerül. Majd letoporozni addig, úgy értem. Igazából felszerelésem most már van hozzá. Úgyhogy toborozzunk is. Ugye ide még nem tudok kolóniákra, csak az otthoni területre, akkor, ja. Akkor Liverpool lesz az otthona ezeknek a hadosztályoknak, akikből hát 21-et minimum le kell toborozni és Afrikába küldeni. Kenneth Anderson, őt is kinevezzük, ők még jobban megtolja a gyalogos hadosztályok képességeit, támadási képességeit. Hú, basszus, újabb 16 ezer lőfegyvert le kell gyártanom, vagy hát gyalogsági felszerelést. Ugye ezeknél 10 a szorzó, tehát ez igazából 160 ezer. Ha minden igaz. Support equipmentnél azt hiszem 100 a szorzó, nem tudom, hogy miért csinálták ilyenre.
Ágyúnál, tanknál, meg a többinél ott már egy-egy az arány. Tecskénél a kettőnél van kavarás. Ti is csatlakozzatok hozzájuk. Chamberlain. Stanley Baldwin lemondott, és Chamberlain lett az új elnök. Látjátok, ez a gyönyörű, bajszos, szemöldökös angol úriember. Igazi English gentleman. Na tehát gyakorlatilag neki köszönhetjük a történelemben ezt a rengeteg angol tökéletlenkedést, amit bemutattak. Mert túlságosan megbízott Hitlerben, és ez problémának tűnt utólag. Na legyen ez a Shadow Sheen. Nézzük, ez mit tud. Ó, Japán hadat üzent Kínának, a Szovjetunió pedig éppen kipurgálja a hadvezetését. Mert ugye bizalmatlansági hullám söpört végig Stalin körül, amit hát így akart kezelni, mint később ez kiderült, elég nagy hibának bizonyult. Mert ezek a tisztek ugye még jó részt a orosz polgárháborúban maradtak meg, mert az októberi forradalom, tehát minden ilyen szovjet-szocialista, mit tudom, ilyen forradalmi időkben, meg polgárháborús időkben, akik hát ugye tapasztalatra tettek szert, hiába ellenezték mondjuk néhányan akár Sztálin hatalmát, vagy uralmát, vagy módszereit, mégiscsak tapasztalt tisztekre volt szó. Közben a Vickers gyárat, Vickers Armstrong Concern-t kineveztük a páncélosok főbeszállítójának, vagy páncélos hadosztályok főgyártójának. Ugye ezek arra jók, hogy ilyen különböző bónuszokat biztosítanak a tankoknak, ha legurulnak a gyártósorra, például a megbízhatóságot és a soft attack-ot, tehát a könnyű támadást. Industrial effort, na az kell nekem. Közben megnézem, milyen ez a brit alaphadosztály, mert aha, support artillery van és semmi tüzetség amúgy. Jó tudni. Na úgy közben itt képződnek ezek az alaphadosztályok, akkor az ágyúgyártásra nagyon rá kell majd feküdni. Az brutálisan sok kell majd belőle ágyúból. 18 fontos távoli löveg. És most kutatjuk ugye a 25 fontos, ami nem sokára be is fejeződik, úgyhogy akkor ki is cseréljük majd. Modern hadsereget akarok. A lehető legmodernebbet és ütőképesebbet. 37 októberre van, ajaj, alig van 2 éven. Kevesebb, mint 2 éven van cselekedni. És egy ütőképes hadsereget létrehozni. Oroszokat, amit minden áron távol akarom tartani a Afrikától. Ugye ők lesznek azok a tengelyhatalmi szinten, akik jelen vannak. A fekete kontinensen. Na, itt is van, cseréljük is ki. Jó. Ugye ilyenkor visszaesik a termelés, mert hogy ugye átállásra, ugye át kell állítani a gépeket, új felszerelést beszerezni, hasonlók, át kell tervezni a gyárakat minimálisan. Ilyenkor ugye meg is növekszik a szem a production igénye az előzőhöz képest. Aha, ennek 3,5 kellett, ennek már 4 a production igénye. És a mi gyáraink pedig termelnek, vagy hát megcsinálnak jelenleg, nem is tudom mennyit, sokat. Egy gyár 5-öt tud csinálni naponta. Most rá van állítva 6 gyár, az szintén 30, tehát hogy teljesen betelik, akkor 30, azt mondja 4-gyel, az nagyjából 7, 7 és fél ágyút tudnak legyártani naponta, ha minden igaz, ha jól számolok. Ha betelik. Közben igen, egy újabb taktikai doktrína. Na nézzük az ipari
anyagbeszállító. A Jugoszlávia közben bombázókat, vagy el egy kapjanak vadászgépeket. Royal Arsenal, Artillery Designer, Infantry Equipment Designer, ugye ezek mind beszállítók, és csökkentik egy-egy trade-nek a kutatási igényét. Motorizált Infantry, legyen a Royal Arsenal, ez a tüzérségnek az igényeit, vagy kutatásait csökkenti. Ágyukra nagyon rá kell feküdni gyártás szintjén. Még 9 gyár fog elkészülni, azokat mind rá. Azokat mind arra fogom rá irányítani. Na, itt amúgy készen áll ez a hadsereg. Őket kinevezzük a harmadik. African Army-nak. És lesznek ilyen narancssárga színűek. És 8 Army Tent, 14, 19, jó. Akkor lehet, hogy marad ez a címerük, ez a alap. És kinevezzük mondjuk, hogy ezek főleg gyalogosok, úgyhogy nekem gyalogsági tábornok kéne. De mivel jól látom, olyan nincsen elérhető jelenleg, úgyhogy kinevezem mondjuk ezt a marconál külsejű Henry Wilson nevű úriembert. És ide is küldjük őket. És útra is kelnek. Plymouth-ból Afrikába. Jó. Közben az észak-afrikai hadseregnek nincsen közvetlen parancsnoka, ők legyenek mondjuk Harold Alexanderhez. Hülye vagyok. William Slim alárendelve. És ők lesznek a Second African Army. Ugye úgy rendezem be őket, hogy izé szerint, ez közben egy új szintér lesz, az African Theater. Oké, ez a British. Jó. Tehát a hadsereg sorba mennek, de az elnevezésük az mindig más lesz, tehát az mindig az adott környezethez fogom igazítani. Csak hogy érthető legyen a szisztémám. Na jó, legyen ez a Home Defense. Legyünk történelmiek. Reméljük a németek is azok lesznek és így elveszítik a világháborút a végén. Ó, közben felépült egy... Na, William Slim megbetegedett. Szomorú. Reméljük meggyógyul, jobbulás neki. És akkor ki is jelöltük a maradék katonai gyárat. És akkor, hogyha be is fejeződik, akkor elkezdek főleg a dél-angliai és közép-angliai régiókban masszívan anti-air felszereléseket telepíteni. Ugye most ez az volt a jó, azért volt jó ez a fókusz, ez a... Melyik volt ez? Industrial effort, igen. 200%-os research bónusz biztosítak az industry kutatásokhoz, tehát most amit itt láttok, ezek a kis három ilyen nyílés százalék, ez jelentette azt, és ez azért jó, mert így gyorsabban lehet amúgy olyan kutatásokat elvégezni, ami úgymond ahead of time, tehát történelmileg nem akkor lett nagyjából bevezetve, hanem én most korábban próbálom ezt megtenni. Amúgy hol vannak a hadosztályaim? Azt szabad kérdeznem. Ja, Suezi csatornán keresztül, ja, nem. Nem, egyszerűen csak partra szállnak Észak-Afrikában és úgy mennek. Jó, gyerünk. Akkor már csak hozzájuk kéne rendelnem őket, de mivel alacsony az organizáció, még nem mozdultak meg. Na most. Na itt közben az utolsó gyárat is rátoljuk. És alig maradt most emberem. Na jó, akkor szervezzük át kicsit az Infantry Division-t. Rakjuk el hátsó sorba csak tüzérséget. Ide pedig
streamoljuk, és ide rakjuk az Engineer Company-t. Jó. Most ez úgy fog kinézni, az első két sor ugye a harcba lépéskor az gyalogság lesz, és hátul marad a tüzérség, tehát ez egy viszonylag logikus felépítés. Itt akkor még be is fejezzük szerintem a kiképzést egyenlőre. Na nézzük meg ki. 1800 ágyút le kéne még jártani, az egy igazából teljesen tartható ütem szerintem a háborúig. 208 nap. Ja, az bőven meg lesz. És így most be van toborozva az afrikai front szakasz. Vagy hát be van készítve. És akkor el is kezdünk készülni az olaszok ellen. Ugye itt nem számítok arra, hogy bárhol megjelennek az olaszok. Csak itt Észak-Afrikában még ezen kívül. Ó, őket áthelyezzük az afrikai hadszíntérre. És Montgomery alá. Jó. Így ő is részesül Montgomery bónuszaival. Viszont őket viszont gyakorlatoztatni fogom. Az afrikai haderőket, mert nagyon tapasztalatlanok. Jó. Naval. Nukleáris scientist. Na, azt berakjuk. Ez gyorsítja a nukleáris kutatásokat. Tehát nálam is most ezt az Atomic Research-et fel fogja gyorsítani. Home Defense közben megvan. És akkor néhány gyárat ráállítok majd a support equipmentre, és ugye az nagyon fontos. Ezt muszáj egyszerűen feltölteni. De egyelőre mindenképpen a tüzérség élvezi a prioritást. Ó, most már nem csak flexet hallok, hanem valami légkalapácsot is. Ugye kettő darab építkezés is zajlik per pillanat a közvetlen szomszédságunkban, úgyhogy nagyon, nagyon fun így streamelni meg videót csinálni, de hát ez van. Second, ezeknek nincsen, de hogy nincs? Second Army. Akkor nektek lesz custom inszíniátok. Hogy bírom, hogy ilyen hiteles hadsereg jelvények vannak. Ezeket nagyon szeretem, imádom, amikor egy játék figyel a részletekre. Amúgy ez amúgy megjelenéskor 2016-ban ez még közel nem volt így, tehát eddig még rettenetesen sivár játék volt. Igazából kiadtak egy teljesen alapjátékot. Jól működött természetesen alapként, de érezhetően hiányos volt. Tehát Magyarország például még ilyen teljesen ilyen custom, mármint ilyen default felszerelésekkel volt tele. Mostanra ugye megváltozott a Death or Dishonor DLC-vel. Szerencsére. Elkezdjük influencelni a magyarokat, kicsit megtoljuk a demokrácia supportot náluk. Látjátok, hogy a gonosz liberális demokraták foglalják el a teret a becsületes és nemzeti fasiszta Horthy kormány elől, hogy rohadjanak meg. Na, kit rakjunk be? Air Superiority Expertet, az kell majd, elvére angolok vagyunk. Tényleg kutatok is hurikán vadászgépet, két évvel le vagyok maradó, basszus. Not cool. Ez az ága akkor minket nem érdekel. Készüljünk az elkerülhetetlenre. Ó, növeli a factory, a gyárak termelését és a gyárak építését is, úgyhogy ez egy nagyon hasznos fókusz, basszus, angolok rohadt jó fókuszaik vannak. Nem gondoltam, hogy ilyen jók lesznek. És az a baj, hogy most ugye csak az infantry hadosztályoknál jelöltem ki, hogy legyen tüzérség, tehát igazából a Colonial Garrison, aha, tehát ők még annyival sem rendelkeznek, akkor nekik is. Így azért kisebb hadosztályok lesznek, de kapnak tüzérséget. Viszont kisegítő személyzetet egyelőre még nem jelölök ki nekik. És akkor így újabb 1800 ágyút kell legyártani. Jó, nem baj, tudjuk tartani a tempót.
Főleg, hogy most brutálisan, és két industriál technológia is egyszerre készült el. Jó, szerintem a fegyverekből kicsit visszaveszek, és rápakolok mondjuk a lágyukra új fent gyárakat. Ez tényleg nagyon fontos, kettő nagyon fontos elementum emberek, amit gyártani kell. A support equipmentet, de mind szarásig kell gyártani, és az ágyukat, a tüzérséget. Tehát ebből a kettőből nem szabad engedni. Ez muszáj. Muszáj, különben ha már megy a háború, borzalmasan nehéz lesz pótolni. Egy-egy hadművelet közben, támadás közben pláne, de védekezés is megsínyleheti. Nem tudom, hogy kell ezt. Védekezés is meg fogja sínyleni, na. Úgy mondom. Tehát a védekező harcok is megsínylik majd a felszerelés hiányt. Tehát ne gondolja senki, hogy ez elhanyagolható tényező. 21 hadosztály ki van jelölve. És tényleg basszus 17-re felugrott 10-20-ra basszus. Azt rohadt. Az angoloknál rohadt jó fókuszok vannak, basszus. Osztogatunk gázmaszkokat is. Franciákkal milyen viszonyban vagyok? Jóban, improvoljuk a relationship-et. És tényleg jóban akarok lenni. Magyaroknál pedig kezd egy űrből is látható demokrata tömb megjelenni. Franciaország csatlakozni akar a szövetségességhez, természetesen. Egyelőre még magukra hagyom a cseheket. Én nem érzem magamat felkészülnek, és igazából a franciákat sem gondolom, hogy fel vannak készülve. De talán még nem vagyunk elkésve, így még marad egy évünk. Question of Yugoslavia. Küldünk egy különítményt, jól megmondtam, hogy az angol érdekeket képviseljük. És Hungary, tehát Magyarország még ismét felül bírálja vagy hát kilép, vagy megtagadja a trianoni békeszerződést. Hú, franciák nagyon készülnek. Nem tudok még felszerelést küldeni? Start Land Lease. Magas World Tension kéne, az a baj. Tehát franciák éppen veszélyeztetik a szövetségesi frakcióvezetői pozíciónkat. Nem tudom, hogy ezzel mit tudok csinálni, szerintem semmit. Ó! Menedéket tudok nyújtani német és olasz kutatóknak. Az olaszokat beengedjük egyelőre. Ez talán annyira még nem lesz vészes. Tehát a franciák átviszik a frakció vezetését, a szövetséges frakció vezetését akkor, ha nekik több manpowerük van és több gyáruk, mint nekem. Egyelőre ez a veszély még nem fenyeget, de közel vannak hozzá, hogy ezt megtegyék. Nekem meg be kell vezetnem lassan egy új toborzási törvényt, ami elkerülhetetlen lesz. Közben itt egy gyár, azt megkapják a harckocsik. És az utolsót majd megkapják a... Sőt, most rátalok egyet a repülőgépekre. Még van szűk egy éven felkészülni a háborúra, nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Az ágyuk biztosan elkészülnek addig, tehát ez az nem kérdés. 10-2 hét múlva meg lesz. Akkor a repülő kapja az utolsót. Elkezdjük fokozni a gyártást. Ó, taktikai kutatás is megvan.
Ugye ezek még ez a Grand Battle Plan doktrina, ez még az első világháborúval visszamaradt technológia, vagy hát doktrina. Ez az alapos előkészítés és főleg infiltration, tehát beszivárgásos és tömegrohamokra van kifejlesztve. Nem tudom, mennyire fogok majd a harckocsikra ráfeküdni, úgyhogy én egyelőre a... Hát... Nem tudom. Infiltration? Nem, legyen az Assault. Kőkeményen oda fogunk csapni nekik, ha kell. És kéne egy Air Doctrina is, mondjuk egy Operational Integrity. Én azt szoktam kutatni. Lassan szükségessé válik. És kéne még hadosztályt, tehát most letoborzok néhány harckocsi hadosztályt, és még egy gyalogost, ugyancsak Gloucestershire-be, és ezek mind az első hadsereghez fogom hozzácsatolni. Na, Hurricane Fighter megvan. Kezdjük is el gyártani, és menjünk is rá a Spitfire-re. Ami még azért odébb lesz. Hát tényleg Ausztráliám is van, hogy felejthettem én ezt el? Na mindegy. Akkor kezdjünk is ebbe fektetni Ausztráliába. Közülük meg elérték a maximális kiképezhetőségi szintet, ők is. Ugye további tapasztalatra csak a háborúban tudnak szert tenni. Úgyhogy be is fejezem a kiképzésüket. Sehol nem látom, hogy bármi esélye lenne mondjuk az olaszoknak akár megállítani engem. Itt Afrikában, úgyhogy ja, bizakodó vagyok. Mondjuk egy-egy páncélos hadosztályt még el tudnának viselni szerintem. 39 májusában lesznek készen a páncélosok. A gyalogosok márciusban. És akkor egyelőre ennyi emberrel fog szerintem nekivágni a háborúnak. Többen nem biztos, hogy nagyon lehetne. Ja. Colonial Garrison. Igen, hogy nincsen elég Army Experience-em, pedig kéne. Szerintem őket át is küldöm. Várni csak, ennek kell valami custom insignia. És vörös. És First Army Group lesz. Ez pedig a Second Army Group, 15., 12., tök jó, hogy... Na mindegy. Second Army Group. Oké, jó. És az első izét azt át is küldöm Franciaországba. Erősíteni a francia hadsereget. Teljes határ mentén. Development in Austria. Szerintem ideiglenesen berakom ezt az ármit. Ugye ez egy ilyen végtelenség tartó fókuszok, ezek a continuous fókuszok. Arra jók például ez most, hogy 25%-ot gyorsabban fogja kiképezni a hadosztályokat. Tehát igen, ez már februárban elkészül. Páncélosok pedig így áprilisban. Tehát egy durván egy hónappal korábban meg lesznek. Ami azért számít, én úgy gondolom. Na, németek visszakövetelték Memelt.
Úgyhogy az olyan régi Poroszország, vagy hát a Német Birodalom része volt, ha jól tudom. Supermarine, ugye ők voltak a történelemben is talán a Spitfire-nek a gyártói, úgyhogy hát ez ugye, az is pedig egy elég jól sikerült konstrukció volt. Úgyhogy én is őket választom. Supermarine-t. És a következő két Political Power-rel, ami meg lesz a 125 vagy 150, az már az ipar átalakítására és a toborzási törvények átalakítására fog menni. Afrikai hadszíntér. Itt azt hiszem nem fognak minket megállítani Etiópiában az olaszok, ebben 100%-ig biztos vagyok. És szerintem Líbiában sem fognak nagyon. Nem hiszem, hogy akkora erőket ide csoportosítanának, inkább ők itt lesznek elfoglalva az Alpokban. Az olaszok. Oké, a gyalogos hadosztály meg is van, őket küldjük is. Küldjük is ide. Basszus, már március van. Jó, gyorsan telik az idő a rohadt életben. És remélem az üzemanyaggyártásom azt tudja tartani a tempót az igényekkel majd. Nem lennék boldog, ha kiderülne, hogy nem tudjuk tartani a tempót. Hogy hát üzemanyag előállítás, inkább finomítás. Nem hiszem, hogy azt gyártásnak szokás nevezni, csak azért. Jó, és szerintem a néhány repülőszázadot is átköltöztetek Franciaországban, ha van még hely. Például oda. Ebből összevonom, amit össze tudok vonni, és ki is jelölöm őket. Air Superiority-vel. És Close Air Support-ba. Ez pedig mi? Yes, tengerészeti bombázó, akkor ez majd oda menjen. És Naval Strike lesz majd neki kijelölve, jó. Ez így talán oké. Okay. Repülőgép gyártásra jobban rá kellett volna menni. Egyenlőre hagyok ennyi gyárat a tüzérségnek. Kettőt átdobok a support equipmentre, kettőt, hármat pedig a vadászgép gyártásra. Jó kell, jó fel kell tolni, amennyire csak lehet. Itt ez jó lesz. Jó, minden hadsereg elméletileg maximális supporttal rendelkezik. Szóval én elkezdek toborozni még egy-két gyalogos hadosztályt, biztos, ami biztos alapon. Csak, basszus, elfogyott a manpower. Ez elég szomorú. Viszont nem sokára tudok elméletileg változtatni rajta. Ha minden igaz. Pár hónapon, vagy egy pár heten belül. Ó, Gibraltar, basszus, ezt el fogják foglalni a spanyolok. Ha belépnek a tengely hatalmakhoz. Akkor azt csinálom, hogy ezt a pár hadosztályt, ami itt állomásozik. Nem viszem őket. Nem viszem el őket, jók ezek itt. Arra gondoltam, hogy Máltáról és Gibraltáról átirányítom Észak-Afrikába, de nem. Ezek fontosak, Málta és Észak-Afrika.
megtartani őket. Földközi tengeri bázisok miatt. Vagy mi az, Gibraltár és Máltana. Bocsánat. Júli 29, ezek pont el fognak készülni, mire mire szükség lesz rájuk. Na legyen limited conscription. Limitáljuk a sorozást. Nem tudom, hogy ezáltal mennyi manpower fog felszabadulni. Remélem minél több. Na, mozgolódás van, emberek. És mit csinálnak a franciák? Vajon? Jó, kapom a manpower-t, zsír. Akkor még egy párat letoborzunk. És ez parancs. Ez izgalmas lesz, emberek. Nagyon izgalmas lesz. Ki is küldöm majd a flottámat, hogy zaklassák a németeket. Patrol, convoy raiding, ne legyen patrol. Ez meg strike force lesz. És gyerünk oda. És ők nem mennek? Nem értem, na mindegy. Július. Nincs túl sok idő. Ó, páncélosok. Gyorsan hozzárendelem ezekhez. Na, így, jó. Valami nem akartak oda menni. Nem tudom, hogy néz ki egy páncélos hadosztály. Jézusom, hát ez nagyon gáz. Na mindegy. Nem gondoltam, hogy ennyire olcsó lesz. Na majd a jövőben alakítok rajtuk. Ti lesztek, ti is ide lesztek hozzárendelve, Mr. Elfelejtettem a nevéthez, Ellen Brook Marshallhoz. És ti lesztek a negyedik hadsereg, de ehhez nincsen ilyen custom cumo, úgyhogy mindegy, a negyedik army, sőt a negyedik egyedik Royal Army, jó lesz. Miért ne? Itt van egy szó köz, van, jó. Parancsnokotok pedig... Nem tudom ki legyen. George Giffard. George Giffard lesz, és második vonalat fogtok alkotni ezen a vonalon. Úgyhogy mehettek is át Franciaországba, ha kérhetem. Második védelmi vonal, mondjuk Párizs lehet, hogy bele kéne venni. Elképzelhető, hogy nem ártana, akkor már körbe is veszem, és így kívülről. Százhatvanezer emberem toborozható be nagyjából. Az jó, szeptember 22-ére fognak elkészülni, az már nem jó, mert addigra talán kitör a háború. Na! Kezdődik. Na, kitört a háború, emberek. Kit tudunk behívni? Lengyeleket hívjuk. Hívjuk meg. Csak ez a franciáknak küldök rohadt sok felszerelést, mert hogyha úgy csinálják, ahogy gondolom, akkor körülbelül
semmennyi felszerelésük nincs, úgyhogy 15%-ot küldök nekik. Konvojból meg egy ezret így elsőnek. Tankból is küldök egy, hát termelésem 5%-át mondjuk havonta. A repülőgépet nem kapnak. Hogy állom úgy Magyarország? Hú, már félig demokratikus. Helyes. Beléphet mindenki, persze. Hogy ne? Sőt, örülnék, ha belépnétek. Jó, hát mi nem kezdünk hadműveletekbe szerintem. Ugyanazt a tökéletlenkedést fogjuk csinálni, mint annó. És meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na, Szlovákiát behívták. Magyarország az még nem. Magyarország még nem. De még nem hasonlít meg a németeknek. Hát viszont sajnos lengyelekkel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tudjátok, mire gondoltam? Arra gondoltam, hogy egyszerűen az első hadsereget erre a... jó, majdnem. Tehát erre a határszakaszra kijelölöm. A tartalékos, gyalogságos hadsereget pedig a belga határvédelmére rendelem. És ezeknek el is kezdek kitalálni valami támadási tervet, először mondjuk így egy ennyit. Így. Franciaország már háborúban áll, ugye? Igen. Én nem állok háborúban a németekkel? De igen. Akkor mi vissza justify-ol ellenem, hát ez hülye, hát a háborúzunk. Mindegy, ő tudja. Spitfire! Na! Rá is tolunk egy... nem? Egy új motort, és a Spitfire Mark 2 lesz. És azt fogjuk gyártani. Jó. Mi legyen, mi legyen, mi legyen. Mechanical Computing, az hogy nem fejlesztettem ki eddig. Varsó elesett. Szomorú. Plan Preparation Entrenched. Jó, tehát még elég felkészületlenek vagyunk, sajnos. Poland elmenekült, nálam leltek menedékre. Hát ez szomorú. Na, várjunk csak. Exiled government. Ellenálló fázisban vannak. A kékek sem ásták be magukat teljesen. Chamberlain lemondott, és helyére került Churchill. Luxemburgba pedig azonnal be is vonultunk, amennyire tudtunk. Nem fogjuk egy könnyen átadni nekik, mocskos nácik. És álmodjatok róla, enyveskézű nyomorékok, na. Hollandia, az már problémásabb. Belgium még független. Hollandoknak nem tudunk segíteni, sajnálom. Belgákhoz viszont szerintem be fogok vonulni, ha úgy alakul a dolog. Ó, elkészültek ezek is, akkor hozzárendeljük őket is, a kékekhez, és akkor itt is van már egy majdnem teljes értékű hadsereg. És akkor azt mondja, 44 hadosztályon lesz itt most Franciaországban. Ami remélem már elég lesz az, hogy szükség esetén feltartóztassuk a
német gépezetet, akár már Belgiumban. Mondjuk a tankelhárító felszerelésnek igencsak hiány vagyok, úgyhogy elkezdem azt gyártani. Szerintem, hát ágyúban most van jó párom, úgyhogy akkor is visszaveszem jócskán a gyártását, és rátolom a, na, Hollandia is kapitulált, és rátolom a, milyennek a neve, tankelhárító ütegek gyártására. Most ágyukkal bírunk. Na, egy számüzet. És ezt ilyenkor én kapom meg, egy lengyel divízió. Ó, akkor csinálok egy ilyen 5. hadsereget, ez pedig lesz a 5th Expeditionary. Nem jól írtam, csak elrontottam. Expeditionary Army, ezekben pedig az ilyen számüzet hadseregek lesznek. És mit tudom én, a legyen egy ilyen szigony jelképük. Parancsnoknak pedig nem tudom, Henry Parnell, nem Archibald Wavell. Ha legyen Archibald Wavell a parancsnokuk, és őket is berendeljük. Mindig elfelejtem a nevét, Ellen Brooke alá. Jó, egyenlőre ők maradjanak itt, és képződjenek ki. Belgiumnak nem tudom, mikor fognak adat üzenni, és Dániának ment a hadüzenet. Viszont én átállítom a fókuszt. Átállítom a fókuszt. Military Training Act. Ó, ez is removalja ezt az izét. Jó. Zsír, el fogja tüntetni ezt a spiritet. Ezt a The War to End All Wars, ugye a háború, mely véget vett minden háborúnak. Ez az első világháború egy híres állítása volt, mondása, szóhasználata. Na! Most. Belgium. Át oda. Kékek. Megpróbáljuk megfékezni még őket itt a határon. Reméljük ez sikerül. Úgy gondolom, hogy elég jó pozíciókban vagyunk. Most azért egy elég nagy támadást indítanak. Nagy részén visszaverjük őket, ha bár biztos lesz, hogy két helyen láttörnek. Így is van, sajnos. Kellenek repülőszálladok a Benelux régióba. Hogy állunk itt? Fú, nagyon sok repülője van az ellenségnek. Bombázóraj. Annyi repülőgépem nincsen sajnos. Sose olyan modernek. De ami van, azt megpróbálom átküldeni. Párizsba. Sőt, inkább oda menjünk. Amit tudunk, összevonunk, és őket is elküldjük a Benelux régióba. Air Superiority és Closer Support missziókra. Reméljük ez így már úgy, ahogy kiegyenlíti a viszonyokat, de nem nagyon. Ráadásul az üzemanyagom nagyon-nagyon fogyatkozik. Éppen. Kicsit rendezgetem a kékeket. Kíváncsiak, mit tudok kihozni.
Nem vagyunk még elég erősek támadni. Nem tudom, lehet, hogy a kék hadsereg nagyobb területet véd be, mint a piros. Na mindegy. Nagyon emberek, ennyit szántam összesen erre a streamre, remélem élvezhető volt, élvezhető lesz. Innen fogjuk folytatni természetesen. Nem tudok menteni, mert Iron Man mód van, ment kilépésnél. Bassza meg! Erre nem számítottam. Viszont Afrikában akkor meg kéne próbálni erőre nyomulni, ezt totál el is felejtettem, ezt a régiót, basszus. Dánia kapitulált és hozzá menekültek. Na jó, emberek, innen fogjuk folytatni, tényleg. Én voltam. Innen fogjuk folytatni, már harmadszorra elmondom. Nem tudom mikor, valószínűleg holnap egy hasonló időpontban, vagy esetleg délután, azt kiírom majd. De mivel úgyse nézi senki sem még a streamet, ezért úgyis majd este, vagy mindenki rá fog jönni, hogy mikor van, amikor majd YouTube-on megjelenik. Én köszönöm, ha mindenkinek, aki megnézte. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!